Szeretettel üdvözöllek benneteket. Kezdésként recitáljuk el az Om Nam mantrát 7-szer. Om Nam. Om Nam. Om Nam. Eredetileg ez a világ a teljes nyugalom állapotában van. Minden nyugodt és minden teljes. Ha ez így van, ahogy a szútrák mondják, akkor honnan jelenik meg a nyugtalanság? Honnan jelenik meg a hiány? Honnan jelenik meg az a sok probléma, baj, nehézség, szenvedés, amivel olyan sokat küzdünk? De honnan jelenik meg az öröm, a jó kedv, a vidámság? Honnan jönnek ezek? Honnan jelenik meg a mennyország? Honnan jelenik meg a pokol? Ha mindent Isten teremtett, ki teremtette Istent? Honnan jelenik meg Isten? Honnan jelenik meg a sátán? Honnan jelennek meg a bódhiszatvák? Honnan jelenik meg a Buddha? Nagyon érdekes kérdések ezek. Filozófiainak tűnnek, de a gyakorlatunk lényege, a gyakorlati beállítódásunk múlik rajtuk. Gyakorolni szinte mindenki úgy kezd, hogy valami baj, valami szenvedés motiválja. Hiszen az élet szenvedés. Az élet elégtelen. Mert minden elmúlik, mert minden tökéletlen, mert minden feltételhez kötött. Úgyhogy ez tesz minket rá az útra. Na de honnan jelenik meg a szenvedés? Hát gondolkodunk, érzünk, cselekszünk, és akkor ott ez az elégtelenség, ott ez a kellemetlen érzés sok helyzetben, sok emberrel kapcsolatban, magunkkal kapcsolatban. És ennek a mélyén az van, hogy én. Hogy azt mondom, hogy én vagyok, és akkor nekem fáj. És én szenvedek. És azt mondom, hogy én, és azt mondom, hogy te. Ez nagyon hamar elkezdődik az életünkben. A kisgyerek néhány évet él, és elkezd kialakulni benne ez az elkülönülés. Leginkább akkor, mikor először azt mondja, hogy nem! Ezt nem csinál! Nem! A dac korszaka, hogy elkezdődik. Azt mondom, hogy én ezt nem! Innen indul az én. Ez az elkülönülés. És akkor, ha van ilyen elkülönülésed, akkor sok minden egyéb megjelenik ezzel. Pszichológiailag sokszor szoktunk küzdeni ilyenekkel, hogy hát akkor... Most akkor vagyok én, és akkor mik a megfelelő határok, ha már elkülönültem?
vagy te, meg vagyok én, és akkor hol van a határ? És ha nem tartjuk a határokat, akkor mindenki átgázol rajtunk, és rosszul érezzük magunkat. Ha meg azt mondjuk, hogy itt is meghúzok egy határt, itt is meghúzok, itt is, veled szemben is, veled szemben is, akkor meg mindenki bukdácsolni fog körülöttünk. És akkor meg ők szenvednek. Ha mindenre igent mondunk, az a baj, ha mindenre nemet mondunk, az is baj. És akkor ennek mind végső soron a gyökere az, hogy azt mondtam, hogy én, meg azt mondtam, hogy te. És akkor ezt ugye mondjuk, de akkor ez honnan jelenik meg? Honnan jön mindez, hogy én, hogy te? Az a bajunk, hogy nagyon-nagyon-nagyon okosak vagyunk. Nagyon-nagyon sok mindent megértünk. Szungszán zenmester mindig azt mondta, hogy ha nagyon sok mindent értesz, nagyon sok problémád van. Ha kicsit kevesebb dolgot értesz, kicsivel kevesebb problémád van. Ha nem értesz semmit, nincsen problémád. Tehát érdemes meglátni azt, hogy nagyon erősek vagyunk ilyen száraz intellektusból. Túlteng bennünk szinte. És nagyon jól ismerjük a szakácskönyveket. Lapozzuk. Nézzünk, most már nem is szakácskönyveket, leginkább ilyen videókat nézünk. YouTube-ról, Instagram-ról, hogy ezt hogy kell csinálni, azt hogy kell csinálni. Régebben jól ismertük a térképeket, most már csak bekapcsoljuk a GPS-t, vagy a vazét, és megnézzük, hogy merre megyünk. Nagyon jók vagyunk ezekbe az okosságokba. De nagyon sokszor az van, hogy a szakácskönyvvel akarunk jól lakni, a térképen akarunk utazni, és valójában nem utazunk, és valójában nem főzzük meg azt az ételt. Három fő dimenziója van a személyiségünknek. Az egyik ez, amit kiemeltem, az intellektus, ami nagyon tud ilyen okosan filozofálni. A másik az érzelmeink, ami hát néha nagyon önző módon tud vágyak és taszítások között hánykolódni. És van az akaratunk, amiből a cselekvésünk meg a beszédünk ered. És itt az a kérdés, hogy ezeket a dimenziókat tudja-e oldani valami több, mint ami az énségünk, ami a saját önközpontú gondolkodásunk. Mert nézd meg, száraz intellektus önmagában kevés. Kell mellé valami más, kell mellé valami, ami oldja ezt. Mi ez? Hát a nem tudom. A nem tudható tapasztalata. A tiszta tudat, aminek valójában fogalma sincs. Ha fogalmat sincs, akkor tiszta tükör a tudatod. És ebben a tiszta tükörben a spontaneitás és az intuíció megjelenhet. Ha megnézel a gyerekeket, bennük megvan ez a spontaneitás, megvan ez az intuíció. Még nem bonyolult a tudatuk. Minden nagyon megnéznek, játszanak, érdeklődnek. Ha egészségesen hagyjuk fejlődni a gyermek lelkét, akkor ott van ez a... És felnőttként is ez az, ami tudja oldani ezt a nagyon szigorú, száraz intellektust. Ezért mondta Jézus Krisztus azt annó, hogy bizony mondom néktek, ha nem váltok újra olyanná, mint a gyermek, nem léphettek be a mennyek országába. Tehát, ha megvan az intellektus, és oldja az intuíció, a tiszta tudat, akkor abból bölcsesség tud származni. Ha vannak az érzelmeink, és tudjuk oldani valamivel, ami nem én központú, az érzelmeinkből együttérzés tud lenni. Odafordulok a többi ember felé. Nem csak a saját szenvedésemmel vagyok elfoglalva. És mi van az akaratunkkal? Hát van ott a beszéd, meg van
A cselekvés, ami tud nagyon-nagyon-nagyon én központú lenni. Csak magamért beszélek, csak magamért cselekszem. És hogyha magamért cselekszem, hát akkor mondok ezt meg azt. Ahogy a koreai mondja, a nyelvnek nincsen csontja. Bármit mondhatok. Most mondhatom ezt, holnap mondhatok homlok egyenesen mást. Ahogy az érdekem, úgy jónak tartja. Ha viszont beleszámítalak titeket is, akkor igazat fogok mondani, mert hogy fontos az is, hogy ti is számíthassatok rám, és én is számíthassak rátok. Tehát fogadalomértékűen beszélek, ha nem vagyok én központú. Így lesz a locsogó beszédből fogadalom. És a cselekvéssel mi van? Ha nem én központú, akkor nem csak magamért cselekszem, hanem megjelenik a cselekvő együttérzés. Hogyha szenvedsz, akkor segítek rajtad. Hogyha szomjas vagy, adok inni, hogyha éhes vagyok, adok enni. Tehát ez az a mozdulat, amit meg tudsz akkor tenni, hogyha el tudod engedni azt, hogy én. És ez mi kell? Ehhez az kell, hogy meglásd, és megtaláld a választ arra, amit már az elején is mondtam, hogy honnan jelenik meg az én, honnan jelenik meg az elme, honnan jelenik meg a tudat. Mert ahogyan a szútra tartja, mindent a tudat teremt. És ez egy egészen jó válasz arra a kérdésre, amit föltettem, de még mindig intellektuális válasz. Mert még mindig föltettem azt a kérdést, hogy oké, de akkor mi teremti a tudatot? Egy kis segítség a válaszadáshoz, itt van ez a zenbot. Azt mondjuk rá, hogy zenbot, és barna színű. De valójában ez a zenbot nem mondja magáról, hogy zenbot. Ezt ki is tudjuk próbálni. Kedves zenbot! Zenbot vagy? Halljátok a válaszát? Akkor ki hozta létre a zenbotot? Egészen egyértelmű, hogy ki hozta létre. Pontosan így hozzuk létre az ént, azt, hogy te, azt, hogy tudat, azt, hogy elme, azt, hogy szenvedés, hogy fájdalom, hogy öröm, hogy boldogság, hogy megvilágosodás, hogy felébredés. És persze, attól, hogy látjuk, hogy ezt kihozza létre, attól még tök jó, hogy azt mondom, hogy zenbot, mert tudom használni például a tanításra. És akkor átmegy valami. Kapcsolódik a két tudat egymáshoz. Viszont fontos látni azt, hogy mindannyian részt veszünk ennek a világnak a teremtésében. És hogyha tudod ezt, akkor még ugyanúgy fogsz szenvedni, ugyanúgy fog fájni, hogyha bántanak, ugyanúgy rosszul fogod érezni magad, hogyha ha beteg vagy, ha nehéz az élet, de látod a részed benne. És hogyha látod a részed benne, akkor elindulhatsz a szabadság felé. A belső szabadság felé, ami akkor realizálható ténylegesen, hogyha látod a teremtő mi voltodat. Mert akkor felnőtt leszel. És nagyon fontos itt még egy különbséget tenni a függetlenség és a szabadság között. Mert a kettő nem egyenlő. Például, hogyha úgy érzed, hogy valakihez túlságosan kötődsz, és nem jó neked ez a kapcsolat szülőkhöz, párhoz, munkatárshoz, bárkihez, szerekhez, alkoholhoz, cigihez, ilyenekhez, és azt mondod, hogy nem kell ez a függés, és elvágod a kapcsolatod, leteszed, elteszed, eltávolítod, nem nyúlsz hozzá, nem találkozol vele. Ez függetlenség, de nem biztos, hogy szabadság. Mert
hazamész ahhoz az emberhez, akitől függetlenedni szerettél volna, és újra rádomlik az egész karma. Meglátod azt a pohár bort, vagy meglátod azt a cigit, egyből rácuppansz újra. Szóval akkor még csak függetlenné tetted magad, de nem vagy szabad. Akkor vagy szabad, hogyha ott vannak ezek a dolgok, és nem nyúlsz hozzá. Vagy csak akkor nyúlsz hozzá, ha akarsz. És ehhez kell az éntelenedés, és ehhez kell az a lépés, amit az előbb mondtam, hogy belásd, hogy honnan jön az én, honnan a te, honnan a szenvedés, és honnan az öröm. És hogyha ez megvan, akkor tudsz cselekedni magadért és másokért, úgy, hogy egy szebb világ jöjjön létre. Mert a világ összes problémáját is mi egymásnak teremtjük meg. Úgyhogy ha ebbe tudok neked segíteni, hogy miként menjen ez, és a gyakorlatot hogyan végezd, akkor most itt van a lehetőség a kérdésekre. Kinek van kérdése? Köszönöm szépen. Kicsit kapcsolódnék ahhoz, amit mondtál, hogy az akarom, nem akarom kérdése, hogy tud valahogy így középre beállni? Mert nekem olyan megélésem van, hogy így intellektusból nagyon akarom az utat, és hogy rálépni, de közben meg pont az ellenkezőjét, tehát pont az ellenkezőjét érzem vissza, hogy, hogy minél jobban akarom, annál inkább nem megy. Aha. És akkor gyakran ez átfordul a gyakorlásomban a nem akaromba, és akkor leteszem. Uh-huh. És aztán rájövök, hogy az sem az út, tehát igazából valahol a kettő között kellene megállni, azt érzem. És mit érzel ilyenkor, amikor nem akarod? Miért nem akarod? Csalódok. Miben? Ezt nem tudom. Na, akkor itt a itt van az origó, és tartsd meg ezt a nem tudomot. Hát erre van mindig szükség, ez az igazi zen gyógyszer. Hogy eljutni mindig ebbe az állapotba, hogy mint most abban a pillanatban volt, amikor nem tudtad, hogy miért. Akkor abban a pillanatban csak hallod, hogy megy a repülő. És akkor nincs se akarás, se nem akarás. Se csalódás, se öröm. Hanem csak jelen vagy. Tehát amikor, amit elmondtál, ezt érzed, hogy most nagyon akarom a gyakorlást, most nagyon nem akarom, ebben a hullámzásban érzed ezt a polaritást, itt mindig biztos lehetsz benne, hogy a, most nevezzük úgy, zen nyelven a karmád dolgozik. Mindaz, amit szeretnél meghaladni. És akkor ilyenkor van bennünk az a, megvan ilyenkor is az a szabadság, hogy igen, de mindig dönthetek úgy, hogy mire hallgatok. Ez valójában ott van, csak azoknál nincs ott, akik mondjuk nagyon súlyosan pszichés betegek, hál' Istennek te nem vagy az. Tehát tudod azt mondani, hogy van bennem egy, hogy kialakítasz magadban egy biztos hierarchiát, leginkább érdemes egy jó célképzetet elgondolni, hogy miért akarom csinálni az utat. Tehát, hogy mi a motivációm. És ezt jó minél magasabbra tenni. Valami ilyesmi, hogy szeretnék magamnak és másoknak is jót tenni, segíteni. A szenvedést meghaladni. Valami ilyesmi. De ez egy személyes célnek jó. Sokaknak régebben, mondjuk, hogyha Ázsiába megyünk, lehetett az a cél, hogy hú, Buddha, jaj, de szép arany Buddha, olyan akarok lenni, mint a Buddha. És akkor azért lettek mondjuk buddhisták, vagy Buddha útját követők, mert hogy oda szeretnék eljutni, vagy valami hasonlóba. Úgyhogy ha megvan egy ilyen motiváció, amit mindig vissza tudsz idézni, akkor amikor elgyengülnél, ami az út része, hiszen mindannyian ilyenek vagyunk, hogy gyarlók vagyunk, néha elbukunk, néha fölállunk. Akkor az se baj, ha néha elbuksz, de akkor lásd meg, hogy aha, de én ezt akartam, és akkor csinálj valami olyan gyakorlatot, ami,
amiben fizikai erő van. Tehát például klasszikusan erre szoktuk a leborulást ajánlani, hogy amikor előjön ez az ilyen ellenőrző viselkedés, Sung San Zen mester is mindig kiemelte ezt, hogy az egyik nagy kihívás a Zen útján, amikor beindul az elmének ez a fölülíró, ellenőrző, összehasonlítgató működése, ilyenkor a legegyszerűbb, hogyha azt mondod, hogy és leborulsz. 108 vagy 208 vagy amennyi neked szükséges, után fölállsz, és na akkor nincs ez. Akkor csak tiszta tudat van. És egész egyszerűen ezeknél kell kitartani. És akkor te győzöl, és nem a karmád. És nagyon sokan vannak úgy, hogy hallottam egyszer valakitől, hogy ezzel tudtam rezonálni, mert kicsit nekem is ilyen, hogy hát reggel nehéz fölkelni, és akkor sokszor megjelenik egy ilyen hang, hogy jó, feküdj még végig vissza, aludjál, jó. És akkor ez az ember elkezdte ezt elnevezni, hogy összeül a bizottság a fejemben, aki elkezdi megmondani, hogy jó van, feküdjél még egy órácskát, meg stb. És akkor azt mondta ez az ember, hogy hát rájöttem, hogy egyszerűen ignorálom őket. Fölkelek, összeül a bizottság, és én megyek, fogat mosok, és bejövök gyakorolni. És akkor néha ennyi kell. És valamikor eltűnik a bizottság, néha visszajön, és te pedig gyakorolsz. Nagyon nagy erő van abban, ha ezt meg tudod csinálni, mert akkor az megint az, hogy szabad lettél. Ha viszont nagyon sokszor engedsz ezeknek az ilyen csábításoknak, akkor viszont a saját sikerélményedet és a saját kompetencia tudatodat csökkented. Tehát akkor ez mindig egy ilyen érdekes dolog, hogy pszichésen vannak bennünk ilyen pozitív visszacsatolások, meg negatív visszacsatolások. Hogy akinek van, annak adatik, akinek nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. Hogyha jössz és következetesen legyőződ magad, egyre jobban leszel és egyre könnyebb lesz, és megy fölfele a spirál. Ha pedig egyre többször azt mondod, hogy jó, akkor inkább nem, akkor egyszerűen az lesz az élményed magaddal kapcsolatban, hogy hát tulajdonképpen rajtam győz ez a dolog. És akkor meg egyre lefele mész. Úgyhogy én azt mondom, hogy legyen meg a tiszta célképzet, és azzal motiváld magad ilyenkor. És hogyha összeül a bizottság, akkor nem kell mindig hallgatni rájuk. Köszönöm szépen. Amikor otthon gyakorlok, akkor úgy gyakorlok, hogy mindig itt vagyok gondolatban. Az ragaszkodás? Honnan jön a ragaszkodás? A tudatomból. És honnan jön a tudat? Nem tudom. Nagyon jó. Ide tér mindig vissza. Köszönöm. Amikor csak elkezdődik ez, hogy ide gondolok, oda gondolok, figyeld meg mindig azt, hogy ez viszonylag könnyű, ha erre tudatos vagy, meglátni, hogy létrehoztam-e valami dualitást, avagy sem. Tehát itt vagyok, és oda gondolok. Ott van az ordas nagy kettőség. És akkor ez mindig általában szenvedést okoz. Ez az egyébként a szenvedéseinknek az egyik nagy gyökere, hogy ott vagyunk, ahol nem vagyunk, és nem vagyunk ott, ahol vagyunk. De amikor gyakorlok, és nem vagyok itt, de gondolatban itt vagyok, akkor könnyebb. Mert megnyugtat a templomnak a gondolata. De az lenne a cél, hogy ott legyél, ahol vagy. Tehát akkor is, és ez a gyakorlatnak a kipróbálása, hogy olyan helyzetekbe is próbáld a gyakorlatot előszedni, amit itt begyakoroltunk, ami olyan nem klasszikusan egy jó helyzet. Hivatalba, amikor vársz, egy nehéz beszélgetés során, nem tudom, az orvosi rendelőbe, ilyen helyeken. És nem kell bonyolultat csinálni, egyszerűen a légzés tudatosságot hozd vissza. Hogy igen, itt vagyok a váróterembe,
és akkor most mi van? És szemléld meg mindazt az érzést, a kellemetleneket is, amik ott vannak. És ez azért nagyon érdekes, mert ha jól csinálod, akkor csökken ez a szorítás, amivel fogva tart. Mert valójában akkor akarunk csak menekülni abból a jelen pillanatból, amikor azt valamilyen annyira nem szeretjük. Tehát ezt mindig szoktam mondani, hogy amikor mondjuk január van, és elmész a termálfürdőbe, és ott van az a 38 fokos víz, és beleülsz, persze nem mindenki szereti, én mondjuk speciál szeretem, és adott esetben még iszol előtte egy koktélt is, vagy egy sört, hát akkor olyan, nem olyan nehéz ott lenni. Szóval ugye akkor én nem szoktam a templomra gondolni például. Itt a templomban néha szoktam a termálvízre, de ez egy másik kérdés, akkor utána kicsit mantrázok. De hogy igen ám, de hogy nem csak a termálvízbe kell jelen lenni. És nagyon sokat tudsz magadról tanulni meg erről a tudati teremtő képességről, hogyha ezekben a helyzetekben is ott maradsz. És ha jól csinálod, úgy tudod észrevenni, hogy már nem akarsz máshova gondolni. Ettől függetlenül, hogyha éppen nagy gáz van, nagyon nehéz neked, vannak ilyen helyzetek, akkor természetesen nem szégyen sem relaxációs technikát alkalmazni, sem rágondolni a templom idilli környezetére, vagy mantrát elkezdeni. Tehát valami olyat, amivel tudatosan elviszed a figyelmedet arról, ami éppen túltöltene. De amikor nem töltene túl, akkor vissza a gyakorlathoz. És hogyha a templom gondolatától nem tudsz szabadulni, mert hogy ez egy annyira szép hely, ami megnyugtat, akkor még egy dolgot tudok javasolni neked, gyere el rezidensnek. Hidd el, eltöltesz itt néhány hónapot, és nem akarsz majd a templomra gondolni. Várunk szeretettel! A négy fogadalomban ugye azt fogadjuk például meg, hogy a szenvedő lények számtalanok, és fogadjuk, hogy mindnek segítségére leszünk, illetve többször elmondjuk, hogy minden érző lénynek segíteni szeretnénk. És bennem van egy erős belső feszültség, hogy igaziból, ha minden érző lényt ide beleszámítunk, és nekem módom van tulajdonképpen segíteni sok mindenkin adott helyzetben, akkor van-e rangsor, hogy kin? Mert valós helyzet az, hogy én nekem amúgy már belülről van egy rangsorom, és nem vagyok benne biztos, hogy ez helyes, hogy így egy rangsort felállítottam, hogy a magukat nem megvédeni képes, nem is tudom, hogy kell ezt pontosan kifejezni, tehát akik magukat nem tudják megvédeni, én azoknak adok elsőbséget. Van-e a buddhizmusban amúgy erre tanítás, mit mond erről Buddha, hogy az érző lények között tegyünk-e rangsort, hogy ha van módunk segíteni? Ha létrehozol valamit, akkor abból előbb-utóbb bajod lesz. Mert akkor ott van előtted valami, és nem látsz tisztán. Ha van egy rangsorod, akkor az olyan, mintha föltennél egy ilyen szemüveget. És mondjuk lehet, hogy rózsaszín a szemüveg, vagy sárga, vagy kék, vagy sötét. De onnantól kezdve mindent rózsaszínnek, sárgának, feketének, stb. Fogsz látni. És ez alapvetően nem célunk. Mert akkor egy sínpályán fogsz haladni. Úgyhogy a lényeg az, hogy ha eszedbe jut a rangsor, akkor belül csináld meg ezt. Amikor megvan ez a tiszta pont, és nem gondolkodsz, akkor már is megszabadítottál minden lényt. Akkor minden rögtön teljes. És ez nem megúszás, hanem ez az, hogy ha megvan ez benned, akkor amikor találkozol egy másik emberrel, vagy állattal, vagy bárkivel, és szemüveg nélkül tisztán ránézel, akkor spontán módon megjelenik, hogy mit kell tenni. Nagyon szép, itt szoktam
emlegetni ilyen beszédekkor a Jálics Ferencet, aki egy jezsuita lelki gyakorlatos atya volt. Írt is egy nagyon vastag könyvet, hogy a szemlélődő lelki gyakorlat, valami ilyesmi a címe. A lényeg az, hogy egy ilyen leírja a lelki gyakorlatoknak a menetét, jezsuita keresztény lelki gyakorlatok. Hát ő azért elég erősen inspirálódott a zenből, ha jól tudom. Nagyon-nagyon hasonló dolgot csináltak, mint amit mi itt. És egy helyen beszámol arról, hogy tehát igen, nagyon sok mindenbe lehet készülni arra, hogy mondjuk egy elvonuláson hogyan segítesz embereknek. Vagy papként, vagy pszichológusként, vagy bármi. És nagyon sok módszertant is el lehet sajátítani, tanulni. És ez valójában nem rossz, de igazából az van, hogy amikor ott van az az ember, akkor minden szűrő nélkül oda tudsz-e hozzá fordulni. És hagyod-e, ő az ő keresztény terminológiája szerint azt mondja, hogy hagyod-e, hogy Isten dolgozzon rajtad keresztül. Mi úgy mondanánk a buddhizmusban, hogy hagyod-e, hogy az intuíció, a spontaneitás, anélkül, hogy az intellektussal meghatároznád, megjelenjen. És ez az, ami igazán segít. Nem mondom, hogy egyszerű megcsinálni. Csak annyit mondanék, hogy már a pszichológiában is, a humanisztikus irányzatban ez kifejezetten megjelent Carl Rogers óta, ez a felfedezés, hogy valójában nem a metódika gyógyít, hogy az adott segítő most analitikusan áll-e, vagy kognitív terápia, vagy sématerápia, vagy bármivel a klienshez, hanem a személye. Hogy milyen ember, és hogyan megvan-e benne ez az odafordulás. Úgyhogy értem egyébként, hogy a kérdésed mire irányult. Mert természetesen van, aki jobban rászorul, van, aki kevésbé. De minél inkább kiveszed az énséget és a gondolkodás belőle, annál szebb lesz ez. És aztán persze hagyd, hogy az, amiket te tudsz, azok természetesen működjenek. És van, amikor a szaktudás kell. És van, amikor az kell, hogy igen, tényleg szomjas vagy, adok vizet. És valamikor meg az kell, hogy aha, most már kaptál vizet, akkor elmondom, hogy hol tudsz szerezni magadnak vizet, és hogyan tudod kitölteni magadnak és meginni. Ez már az apró pénzre váltás. Ezt hívhatjuk úgy, amit most elmondtam, hogy a felébredett tudat, vagy a megvilágosodásnak a működése, a helyes használata. És ez úgy megy igazán, hogyha nincsen rajtad semmilyen szemüveg. Csak csinálod. Köszönöm. Szívesen. Az lenne a kérdésem, hogy mi a teendőnk, vagy felelősségünk azzal kapcsolatban a helyen, ahova születünk. Ugye az tiszta, hogy a dharma azt is jelenti, hogy felelősséget vállalunk azért, ahova születünk. De hogyha érzünk vágyat, vagy hiányt, vagy akármit, hogy visszamenjünk oda, ez egy felelősségtudatnak a része, vagy csak simán ez is egy valamint meg kell haladjunk a gyakorlatunk során? Mondhatom konkrétabban is, Erdélybe születtem, uh-huh. és most is vágyok mindig haza. Uh-huh. Van egy kis hiányérzetem párszor, nem napi szinten, de azért mindig van egy olyan dolog, hogy hát oda-vissza mennék azért. Uh-huh. De most az élethelyzet olyan, hogy nem, ezt most nem tudom megtenni. Uh-huh. Tehát valójában vágysz haza, nem tudsz most hazamenni, és van benned egy kellemetlen érzés, vagy egy ilyen megoldandó feszültség ezzel kapcsolatban. Így igaz. Uh-huh. Dolgozz ezzel. Engedd ezt magadhoz közel. Tehát az első lépés mindig az, hogy érd el a felébredést. Így kezdődik nagyon sok tanítás.
Sung San Zen mesternek a főkönyve, a Zen iránytűje. Zen iránytűje is így kezdődik, hogy érd el a felébredést és segíts minden lénynek. Ez a kettő együtt működik, együtt van, mint két kerék, de anélkül, hogy te felébrednél, anélkül nem tudsz helyesen segíteni. Úgyhogy ilyen esetben gyakorolj. Térj vissza mindig ide. És csak lásd azt, hogy mi jelenik meg benned, és miért. Ha helyesen csinálod ezt a tudatosságot, hogy csak jelen vagy, csak szemléled, ezt, amit mondtál, ezt a feszültséget, meg ezt az élethelyzetet, és elengeded a róla való rágódást, akkor tisztulhat a kép. Mert valójában erre a választ te tudod megadni. Hogy neked ott van-e a dolgod, vagy valahol máshol. És ez általában nem egy perc alatt szokott kiderülni, de nekem az a tapasztalatom, hogy a gyakorlás, leborulás, éneklés, ülés, hármasa, ha hosszú távon viszed, az egyszerűsíti mindazt, ami itt van bennünk. Letisztítja, jobban kirajzolja a kontúrokat. És akkor könnyebben meglátod azt, hogy neked mik a sajátos képességeid, az adottságaid, ez mindenkinek más, és ennek hol van legjobban helye, és miért, és mit szeretnél csinálni. És hogyha ezek után egy tiszta vágyból, egy tiszta elhatározásból megjelenik, hogy igen, nekem ott és ott van dolgom, és ez, és ez jönne belőlem, hogy ezt csináljam, akkor az nagyon jó, és akkor utána ezt még tudod tesztelni, hogy 2-3-4 nap múlva, néhány hét múlva még mindig megvan-e. Nagyon sok mindenre tudunk vágyni, nagyon sok ötletünk van, és ebből egy csomó olyan, hogy hát úgy 2-3 hét után már arra sem emlékszünk, hogy volt ilyen. És aztán van néhány olyan, hogy hú, igen, na ez. Van néhány olyan ember, akivel úgy érzed, hogy na igen, vele szeretnék élni. Vagy vele szeretnék gyakran találkozni. Vagy tőle szeretnék tanulni. És igen, abban is, amit teszünk, abban is van olyan, hogy fú, igen, én ebben, ha ezt csinálom, szinte megtáltosodom. Hogy ebből legalább annyit kapok én is, mint amennyit adok. Na, ha ilyeneket érzel, ezek mentén, amik benned megjelennek, akkor az nagy valószínűség szerint egy jó út. Ha meg nem így van, eltűnik, vagy kétségeid vannak, vagy a meditáció során úgy alakul, hogy hát lelfedik egyéb érzések is, akkor nem biztos, hogy az. Akkor valamilyen egyéb szükségletet töltött be ez a vágy. Úgyhogy én most jelen esetben, pláne, hogy most még itt vagy, egy ilyen belső utat ajánlanék, amiben tisztulsz türelemmel, és érleled magadban azt, amit szeretnél végezni, és aztán természetesen megjelenik az, amikor annak a helye és ideje van, azt érezni fogod. És ha jól csinálod, akkor nem fognak belerugdalni, ha nem te mész. Úgyhogy jó utat! Köszönöm szépen! Szívesen! Nem szoktam elbújni a családom elől, amikor gyakorlok, és a gyerekeim többsége érdeklődéssel figyeli, hogy mit művelek, és az a kérdésem, hogy hány éves kortól lehet őket bevonni a gyakorlatokba, és hogy kijavíthatom-e, hogyha esetleg leborulást akarnak csinálni, hogy jól csinálják. Hát figyelj, ezt igazából rád bízom, de alapesetben azt érdemes tudni, hogy most a gyerekek azok, ha te csinálod, akkor utánozni fognak egy idő után. Mert a gyerek így van beállítva, hogy ott a szülő, és a szülő jó esetben így az Isten, és akkor az első azonosulás tárgya, és akkor olyan akar lenni, mint te. Úgyhogy akkor fogja csinálni a leborulást, meg leül, meg énekel, és az alapvetően nem baj, tehát nem baj, ha együtt csináljátok ezt,
leginkább jó, ha énekeltek, vagy valami ilyesmi, ami nekik is érdekes. Gyerekeket én mondjuk nem feltétlenül ültetnék le 7x50 percre egy nap. Megpróbálhatod, de utána a terapeutáknak lesz némi dolga a gyerekekkel, a darma károsultakkal. Úgyhogy ezzel azért óvatosan bánnék. Azt érdemes még látni, hogy a meghaladó bölcsesség útja az alapvetően egy felnőtt műfaj. Tehát amiről itt beszélünk, az mégiscsak ugye az én meghaladása. És azt igazából addig nem lehet komolyan művelni, amíg nincsen kifejlett éned. És ez a folyamat, hogy egy személyiség úgy megérjen, hát ez úgy nagyjából az első 18-19-20, manapság lehet, hogy 30-40 év. Kicsit kitolódott már ugye a serdülőkor egyeseknél. Na de hogyha azért maradunk az irodalmi adatoknál, hát legalább ugye a serdülőkor végéig. És ugye nagyon sok mindenen végig megy addig a gyerek. Kétszer lázad ellen, egyszer kicsikorba, egyszer meg ott a serdülőkorba. És akkor hát nem biztos, ugye elkövetheted azt, hogy akkor ráneveled őket a darmára, és amikor lázadnak ellened, és le akarnak rólad válni, akkor egyúttal a darmáról is leállnak. Tehát, hogy óvatosan, amíg játékszintjén meg az ő szintjünkön ott van, tök jó. Elhozhatod őket a templomba, attól függ, hogy hány évesek, ugye a kicsik, akkor még ilyen gyermekáldószertartás is szokott lenni, ez nagyon cuki. Lehet ilyen zentáborokban is, meg ilyen egynaposoknál is itt így a templomba lenni. És igazából azzal, hogy te mutatsz nekik egy jó példát, azzal azért valamit oda teszel a tudatukba. És aztán meglátjuk majd, hogy 20-30 évesen eszükbe jut-e. Nekem az a tapasztalatom, hogy igazából ezt az utat nem lehet erőltetni emberekre. Lehet, csak nem érdemes, inkább így fogalmaznék. Tehát akkor tud valaki a dharma útján járni, hogyha önszántából, önkéntesen, önálló motivációból teszi. Mert még úgy is nehéz. Sok mindenre lehet embereket erőltetni, általában nem jön ki belőle jó. Hát erre nem. Úgyhogy a legjobb az, hogyha helyesen viszonyulsz a gyerekekhez, a gyerekeidhez, és jól neveled őket. Elég jól. Nem kell tökéletesen. És akkor utána majd meglátjuk. Hagyd meg nekik a szabadságot ebben. Hogy jó, igen, ha akarnak veled lenni, legyenek benne, ha nem, nem. És te pedig dolgozz magadon. Azzal segítesz nekik a legjobban. Akkor nem fogom őket kijavítgatni. Köszönöm. Én azt szeretném kérdezni, hogy a buddhizmus milyen relációban van a kereszténységgel? Buddhizmus és kereszténység azonos vagy különböző? Különböző. Különböző? Akkor valahol meg azonos. Akkor megütlek 30-szor, ha azt mondod azonos, akkor is. Hogyan felelhetnél? Tessék? Hogyan felelnél? Ha azt mondod azonos, megütlek 30-szor, ha azt mondod különböző, akkor is. Hadd szóljon. Na hát most, hogyha koan interjús jellegű dharma küzdelmeket kicsit félretesszük, akkor minden valamire való vallási hagyománynak a mélyén van valami, ami a szellemi magva. Lehet, hogy nagy tanítótól jön ez, vagy többtől, de ők is valamire mutatnak, valamiről tanítanak. És ez általában valami olyan, ami túlmutat az énségen, túlmutat a napi önző vágyainkon, haragunkon, és megpróbál elvezetni valami tágasabbra. Valamire, amiben benne van a közösség,
benne van az együttérzés, a szeretet, az, hogy jól bánjunk egymással. Az, hogy megszabaduljunk a nehézségeinktől. A legtöbb vallási hagyománynak a magva valami ilyesmi. És aztán utána erre nagyon sok minden épül. Nagyon sok minden épült a buddhizmusban a Buddha tanítására. Rengeteg irányzat alakult ki. Kínában, Koreában, Japánban, még a zenen belül is rengeteg ízvilág van. És aztán ott a tibeti zen, ott vannak a téraváda irányzatok, ott van Vietnám, és kicsit hasonlóak, sok mindenben különbözőek. És ugyanez van a kereszténységnél is, hogy ott van a Biblia, ott van Jézus, és elolvasod, hogy mi van ott a tanításokban, az egy dolog, és aztán erre épült világvallás, intézményrendszerrel, dogmatikával, amiben több-kevesebb módon jelen van az, ami az eredeti ősrobbanás volt. Úgyhogy a megjelenési formák nagyon különbözőek, és az, hogy azok, akik ezeket követik, azok milyenek, azok minden valláson belül nagyon sokféle szinten lehetnek. Tehát a keresztény hívek között is van rengetegféle istenképpel rendelkező ember, és a buddhizmus útját járók között is vannak, akik meditálnak, vannak, akik nem meditálnak, és a meditáción belül is különféle szinteken lehetnek. Tehát azt akarom mondani, hogy mindig emberfüggő, hogy az a hagyomány hogyan jelenik meg. A legnagyobb különbség a magvában a kereszténység és a buddhizmus között az, hogy az egyik egy teisztikus, istenközpontú spiritualitással bír, a másik pedig egy nem teisztikus, nem istenközpontú spiritualitással. Ez a kettő között a látszatbeli különbség, és ez leginkább megközelítésbeli különbség. Tehát, hogy az egyikben azt mondom, hogy van egy Isten, és afelé az Isten felé nyílunk meg, ami valójában minden. Ami valójában minden teremtett, és akkor vannak a gyermekei, akik mi vagyunk, és akkor föl kell venni a kapcsolatot vele, és aztán ennek sokféle formája van, például keresztény meditáció, ahol leülsz, kiüresíted magad, és ahelyett, hogy kérnéd Istent, meg beszélsz hozzá, meg bármi, ahelyett odafordulsz és belehallgatsz a csendbe, és megpróbálod meghallani, hogy mit mond Isten. És itt meg azt mondjuk, hogy ne hozz létre semmit, még egy Isten képét sem. Kicsit hasonló ez, mint amit a régi zsidó hagyományban mondtak, hogy ne állíts bálványokat magad elé, hanem tisztán és egyszerűen maradj meg a pillanatban, üresedj ki, és légy jelen. Ha ezt nézzük, itt a kettő eléggé találkozik, módszertanilag máshogy közelít. Sokszor szoktam azt mondani, hogy gusztus kérdése, hogy melyiket választod. Valójában, ha magyar vagy, ha angol vagy, ha amerikai vagy, ha vietnámi, koreai, kulturálisan nagyon különbözőek vagyunk, de mindannyian emberek vagyunk. Nagyon hasonló belső struktúrával. Az alapvágyainkat, illetően meg biztos, hogy nagyon hasonlóval. Minden emberben megvan a saját magának a meghaladásának az igénye. Az, hogy most itt van ez a valóság, amiben szenvedünk, ami ilyen-olyan-amolyan, hogyan tudnék ebből kijebb lépni. Ez független attól, hogy hol vagy, ez minden emberben közös. Úgyhogy a különböző kultúrák különböző utakat hoznak létre arra, hogy hogyan halad meg magad, de végső soron egy nagyon-nagyon magas hegycsúcs felé indulunk el különféle utakon. Úgyhogy innentől kezdve azt érdemes választani, mondjuk neked, ami,
amiben te bízni tudsz. Ha ez a kereszténység, akkor a kereszténység, ha a buddhizmus, a buddhizmus, ha a hinduizmus, akkor a hinduizmus, és stb. Minek a rendszerében érzed otthon magad? Hol tudsz úgy belehelyezkedni a hagyományba, hogy az segít téged? És aztán utána gyakorolj. Mert a gyakorlás egyikben sem megspórolható. És az tűnik ki, volt egy Fowler nevű úriember, aki egy valláspszichológus volt, és elkezdte megvizsgálni azt, hogy milyen a hit fejlődése, vagy milyen a spiritualitás fejlődése az egyénekben. És kereszténységből indult ki, de aztán vizsgált más vallásúakat is. És sok szintet állapított meg. Erről majd egyszer lehet, hogy beszélünk, mert érdekes. De a végén észrevette, hogy nagyon keveseknél, minden valláson belül nagyon keveseknél, de van egy ilyen, hogy ő úgy nevezte, hogy univerzalizáló, vagy univerzáló hit. Amikor függetlenül attól, hogy milyen hagyományban indult el az adott ember, nagyon hasonló nyíltságot, együttérzést, segítőkészséget, szerénységet, alázatot mutattak ezek az emberek. És tették a dolgukat. Segítették a társaikat. Tehát, hogy az adatok is azt próbálják visszatükrözni, vagy azt látszanak visszatükrözni, hogy az utak, a spirituális utak, hogyha jól műveljük, akkor valami nagyon hasonló jó felé tartanak. Szóval látszólag különböző a sok út, körülbelül úgy, mint ahogy a evőeszközök is különbözőek, kultúra szerint, van pálcikás evés, van késsel-villával evés, van kézzel evés, de a cél az, hogy jól lakj, mindegyik stílusban. Úgyhogy válassz egy olyat, ami jó neked, ne bolygasd, hanem segítsd azokat, akik más utat járnak, ne akard őket megtéríteni, ne akard őket meggyőzni, hanem kapcsolódj hozzájuk emberként, és akkor mindegy, hogy melyik utat választod, az minden lény javára lesz. Köszönöm. Egyébként választottam már a zen gyakorlatot, választottam. Nagyon jó, köszönjük szépen. Most egy kicsit elbizonytalanodtam, hogy a kereszténységet fogod, de most megnyugodtam. Nagyon jó. Én mindig irigykedve hallgatom, amikor valaki azt mondja, hogy leborulások közben nekik jönnek érzések, képek, meg ilyesmi, és nekem nem jönnek. Én csak így leborulgatok, mint a gép. Hú, de jó! És, nagyon jó. És hogy ez normális-e, vagy nem borulok le eleget, vagy mit kell csinálni, hogy én is lássak képet, meg jöjjenek érzelmek. Ez attól függ, hogy te normális vagy-e. Ha normális vagy normális, ha nem vagy normális, akkor nem normális. Az baj. Ugye? Na. Nagyon jó. Figyelj, igazából minden gyakorlati stílusunknak az az alapja, hogy hagyd, hogy olyan legyen, amilyen. Ezért vagyunk mindig óvatosak azzal, hogy megosszuk azt, hogy mi történik bennünk. Mert az, hogy mi történik gyakorlat közben, mondjuk leborulás közben veled, az a személyiségettől, a múltattól, a karmától függ. És minden ilyen változás, az karma. Ami nem jó, nem rossz, de ugye az a célunk, hogy meghaladjuk azt. Tehát végső soron mindegy, hogy te nem látsz semmit, csak leborulsz, vagy képeket látsz, vagy érzéseket érzel, vagy mantrát mondasz, vagy elvágyódsz a Balatonra. A lényeg az, hogy boruljál le, és ne ragaszkodj semmihez, ami a tudatodban megjelenik. Ez volt egyébként a 6. pátriárkának a nagy megvilágosodási pillanata, az egyik, hogy fiatal kisgyerek volt, rőzsét cipelte a hátán, abból tartotta fönn az édesanyját, és akkor egyszer elment egy ház mellett, ahol egy szutrát recitáltak,
és meghallotta ezt a sort, hogy és ne ragaszkodj semmihez, ami a tudatodban megjelenik, és ezt meghallotta, és megkérdezte ezt az embert, hogy Úristen, ez micsoda? Mondjuk azt nem mondta, hogy Úristen, de ez micsoda? És akkor azt mondta, hogy hát ez a szutra 5. pátriárkától tanultam. És akkor hú, hát oda kell mennem. És így indult el az ő szellemi útja. Szóval, hogy halld meg te is azt, amit a 6. pátriárka meghallott, és csak csináld a gyakorlatot. Egyébként minél kevesebb dolog jelenik meg, annál kevesebb dolgtól kell megszabadulni. Legyen egyben a test, legyen egyben a légzés leboruláskor. És hogyha ott vagy a testedben, akkor már is elérte a célját az a gyakorlat. Köszönöm. Nagyon szívesen. Létezik egy olyan betegség, hogy narcizmus. És mit tehet egy zen gyakorló egy narcisztikus személlyel? Tehát, hogyha a családjában van, vagy hogyha a munkahelyi vezetője egy narcisztikus személy. És te esetleg nem vagy narcisztikus? Nem tudom. Mert nagyon gyanúsan narcisztikusok szoktak vádoskodni narcisztikussággal a másikok felé. Most csak persze, most nem akarom rácsütni ezt a bőle. Jelenlévők mindig kivételek. Hát ez nyilvánvalóan kivételek, igen. Igazából minden helyzetben az a lényeg, hogy föl tudod-e helyesen ismerni a helyzetet, helyesen tudsz-e kapcsolódni, és helyesen tudsz-e cselekedni. Ez minden helyzetre jó, tök mindegy, hogy milyen személyiségzavarral küszködik az az ember, vagy sem. Ha tényleg az a helyzet, hogy amit nem tudunk, ott nagyon fontos az, hogy játszmákba ne menjél bele. És ennek az eredete, vagy ennek a, hát nem is eredete, hanem a, ezt úgy tudod a játszmákat igazán elkerülni, hogyha kellő önismerettel rendelkezel, jól látod magadat, meg jól látod azt, hogy mit csinál veled a másik, és hogy érzed magad abban a helyzetben, amikor ott van az a másik. Ki használ téged? Eszközként? Csak arra vagy jó, hogy imádd, és hogyha kritikát fogalmazol meg, akkor már nem jó, stb. Stb. Ha ezeket a helyzeteket tisztán észreveszed, mert te belül ott vagy, jelen vagy, ismered magad, akkor nem válsz az áldozatává a másik embernek. Nem leszel a következménye a másik viselkedésének. Ha viszont nem látod az ő tudatállapotát, nem látod, hogy mit akar veled csinálni, akkor könnyen belemész ezekbe a helyzetekbe, és akkor egyszer csak azt veszed észre, hogy a húsdarálónak a másik végén jöttél ki darabokban, és a másik ledarált. Úgyhogy ez a belső szilárdság és önismeret az, ami ezekben a helyzetekben segíthet. Egyébként hát ugye a narcisztikussággal dobálózni az most egy divat lett. Nagyjából én most azt veszem észre, hogy mindenki arra, akit nem kedvel, azt mondja, hogy narcisztikus. Ennyi narcisztikus egyébként nincsen. Néhány százaléka a populációnak narcisztikus ténylegesen. A többi az legfeljebb egy kicsit önző. Egyébként mindenkiben van egészséges narcisztikusság. A kóros az, amikor olyan valaki, mint egy lufi, ami föl van fújva. És az igazi narcisztikus az egy nagy lufi, ami föl van fújva, és odamész egy kicsi bármivel, egy kritikával, vagy egy kis ellentmondással, és az olyan, mint egy tű, és a lufi teljesen kipukkad. Tehát itt tudod elkülöníteni, hogy valakinek egészséges önbizalma van, vagy narcisztikus, hogy az egészséges, jól levő embernek a lufia nem pukkad ki, mert nem lufi. A narcisztikusé kipukkad, és agresszív lesz, és eszközként használ, lecserél, bántalmaz, stb. Stb. Mert hogy ennek a mélyén egy olyan zavar van, hogy ő magát valójában nagyon rossznak látja. Tehát üresség van a mélyén. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy azt szokták gondolni, hogy a narcisztikus az valójában ugye nagy zoló.
vagy hogy nem is, hát nagy Zoló, hogy azt szokták gondolni, hogy belül ő marhára nagynak gondolja magát, vagy érzi magát, és ez nem így van. Hanem pont ezzel a Luffy fölfújással védelkezik az ellen, hogy nagyon szarul van belül. Úgyhogy ez az érzékenység és ez a sértődékenység, ez az, ami nagyon hát jellemző, és az, hogy folytonos csodálatra van szükség. Tehát attól él a narcisztikus, hogy csodálatot kap. És azt táplál. Mindig kell legyen egy ilyen rajongói kör, akik ajnározzák. Úgyhogy erre figyelj, hogy ez van-e, hogy van-e az udvartartás, és te ne legyél az udvartartás része. Ha tényleg ilyen emberrel van dolgod, akkor ott a legjobb azt mondani, hogy köszönöm szépen. Járd az utadat, én is járom az enyémet. Legfeljebb, amiben segíthetek. És akkor vagy észreveszi magát egyszer, vagy nem. Sajnos igazán súlyos narcisztikusoknak általában nincsen betegségtudata. Úgyhogy ott elég nehéz a változás. De ez mondom, az a néhány százalék, aki ténylegesen patológiás. Magad részéről annyit tudsz tenni, hogy vedd észre a helyzeteket. És lásd meg azt, hogy kivel társulsz, és kivel nem társulsz. Azokkal, akik bántanak téged, azzal nem érdemes. Lehet-e véletlenül megvilágosodni, és ha igen, akkor hogy lehet észrevenni? Milyen színű a padló? Vörös. Vörös? Barna. Barna. Na, hát most akkor ez véletlen volt, mert először még vörösnek láttad, de aztán kijavítottad magad. Ennyi. Köszönöm. Hát az biztos, hogy akaratlagosan nem lehet megvilágosodni, de a legjobb, hogyha nem is akarsz megvilágosodni. Csak legyél jelen. A megvilágosodás is csak egy szó. És egy olyan szó, ami félre tud vinni minket nagyon. Nem véletlenül Sung San Zen mesternek az egyik tanító könyve az ezt a címet kapta, hogy Wanting Enlightenment is a big mistake. A megvilágosodás akarása már is nagy hiba. Mert ha ott van a tudatodban, hogy megvilágosodás, akkor sosem fogod elérni. Mert akkor ez olyan, mint a répa, amit belógatsz a ló elé, hogy a ló menjen. És a ló megy utána, de hát mindig megy a répa is. Úgyhogy egészen addig, amíg vágyakozod ezt, addig valójában nem fogod elérni. Amikor le tudod tenni, és látod, hogy a padló barna, hogy én most beszélek, te hallgatod, akkor már is itt van. Ez a nagy trükk. Csak az a baj, hogy mindig bekapcsolunk, hogy folyton akarunk valamit. Mert ez is olyan, hogy ki kell ismerni az emberi pszichét. Az emberi psziché nagyon rosszul van cél nélkül, ideálkép nélkül. Tehát feltétlenül kell valami. És itt az a jó taktika, hogy oké, adjuk meg a pszichének, az elmének, ami kell. Legyen ott valami ideálkép. Csak legyünk mi egyébként szabadok a saját ideálképeinktől. És akkor nincs gond. Akkor van valami, hogy arra megyek, de egyébként meg tudom élni a pillanatot. Mert ha rágörcsölök az ideálomra, rágörcsölök a célomra, akkor vesztettem el. És például nagyon érdekes, hogyha valaki elolvassa a kiégésnek a pszichológiáját, szintén divatos téma, hát ha itt még egy-két kérdést ezzel indukálok. A kiégés magvában lehet például az, hogy nem szabad a viszonyod a saját ideájaidhoz. Tehát például elgondolod, hogy te most segíteni fogsz minden lénynek. És akkor én most segítő leszek. És mindenkinek folyton segítek. És akkor hát természetesen fogsz frusztrálódni, először csak egy kicsit,
mert nem hagyják az emberek, hogy legyenek segítve, meg nem úgy, meg nem. És eljutsz viszonylag egy rövid idő után, hosszabb, rövidebb idő után, hogy és akkor kiégsz. Depressziós leszel, vagy agresszív, és összeomlik benned minden. Azért, mert görcsösen ragaszkodtál egy ideálhoz, hogy mindenkit meg kell menteni. És tönkre mész bele. Szóval így van ez minden ideállal. Ha nincsen ideálod, akkor viszont nem csinálsz semmit. És akkor egy ilyen tök céltalan, iránytalan életed lesz. A szabad viszony van középen. És ez igaz a szellemi gyakorlatra is. Maradjunk meg a középúton, és akkor néha kicsit ide térünk, kicsit oda térünk, de előbb-utóbb elérkezünk a célunkhoz. Köszönöm. Nagyon szívesen. Az lenne a kérdésem, érzek egy ilyen ellentmondást, hogy valamelyik fogadalomban vagy mantrában mondjuk azt, hogy elérjük a felébredést, vagy fogadjuk, hogy ezen dolgozunk, és akkor mi különbség a felébredés és a megvilágosodás között? Felébredés és megvilágosodás azonos vagy különböző? Botütés. Hát most csak mondtad a botütést. Üssé tényleg a földre. Na, gyerünk. Üssé. Nem hallottam. Nagyon jó, és még? Még üssé? Hát, ha még egyszer ütsz, akkor érted az egyet, de nem érted a kettőt. Elég, ha most szépen tisztán megtartod a tudatodat, amiből eltűnik a felébredés, meg a megvilágosodás, meg az ellentmondás is. Az ellentmondást az elménk teremti. Ezeket, kezeld úgy ezeket a fogalmakat, mint modelleket. Mint ilyen iránymutatásokat. Modellek, iránymutatások azért vannak, hogy egyszerűen kell az elménknek valami, ahogy az előbb is mondtam, irányzék. És aztán lásd, hogy ezek csak mutatnak a hold felé, mint egy új, de nem maguk a hold. Ez a hasonlat, ezt tegnap is itt pont beszéltük, ez az a hasonlat, amit régen használtak a zen tanítók arra, hogy tanítás, és a hold az maga az, amit el akarunk érni, amit tapasztalni akarunk. És egyébként meg, hogyha egy kis paradox, egy kis ellentmondás megmarad a tanításban, az jó is. Mert ha minden egyértelmű lenne, marhára elunnánk az egészet. És semmi nem tartaná a gyakorlatunkat belül frissen. Úgyhogy jó, hogyha vannak ezek, és mindig ott van bennünk ez a kíváncsiság, hogy na, mi ez? Na, ez most mi? És ha megvan mindig a kíváncsiság, megvan bennünk egyfajta lelkesedés, egy csillogás a szemünkbe, az muníció az úton való járáshoz. Én ezt kívánom, hogy legyen meg benned. Köszönöm. Nagyon örülök, hogy eljöttetek. És az, amit az előbb mondtam, azt igazából mindenkinek tudom kívánni, hogy a lelkesedést azt ne veszítsétek el. A kíváncsiságot ne veszítsétek el az úton járáshoz. Hogy ne elégedjetek meg a dharma beszédekkel, ne elégedjetek meg a könyvekkel, hanem keressétek a tapasztalatot saját magatok. De persze mindezt egy szangában, gyakorló társakkal, ahol tudtok segítséget kérni, ahol vannak tanítók, akiktől szintén tudtok segítséget kérni. És hogyha ez így van, akkor úgy, ahogy ezt ma tettük, együtt tudunk úgy lenni, mint sok-sok krumpli, amit mint régen Koreában bedobtak egy lábasba, és jól összerázták, és a krumplik, ahogyan egymáson surlódtak, egymást megtisztították. Ez zajlik minden ilyen közös gyakorlaton.
ahol egymást segítjük az úton, valamikor szavakkal, de nagyon sokszor szavak nélkül. És ebben mindegyikőtök benne van. Mindenki ugyanolyan fontos. Úgyhogy remélem, hogy ez az egynapos zen a hasznotokra vált, elvisztek valami tapasztalatot magatokkal, és folytatjátok a gyakorlást. És várunk titeket vissza. Mert itt is sok a dolog, kint is sok a dolog, és legjobb, hogyha együtt végezzük. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.